Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék egy újabb Minecraft Snapshot videóval, jelenleg a 20v51a verzióban vagyok, és szeretném nektek azt megmutatni, hogy ezen a héten mennyi újdonság került be a Minecraft 1.17 próba verziójába. Ahogy hallhatjátok, illetve láthatjátok, már itt a hátam mögött rejtegetek is valamit, ez pedig az Axolot, ami végre bekerült a játékba. Ugye a Minecon-on már láthattunk róla videókat, ezek védelmezni fognak minket, hogyha sikerül őket megszelítenünk, és baromi aranyosak, meg is fogom nektek természetesen mutatni az összes színvariációt, szóval ebben a videóban mindent el fogok mondani, amit jelenleg lehet tudni ezekről a kis lényekről, természetesen ezek még valószínűleg változni fognak, illetve majd még jönni fog egy hatodik szín is, ez a kis új mobhoz, de amit jelenleg tudni lehet, illetve ami jelenleg elérhető játékban, azt mind-mind el fogom nektek mondani ebben a videóban, szóval az Axolot egyelőre nem spawnol, tehát csak kreatívban elérhető tojással, ugye ezek majd egy külön biomban fognak spawnolni a föld alatt a lush biomokban, amik ugye egy ilyen kis föld alatti oázisként fognak szolgálni, és ezeket majd úgy fogjuk megismerni, hogy egy különleges fa fog nőni ugye a felszínen, és hogyha ott leásunk, akkor meg is fogjuk találni ezt a föld alatti barlangot. Vizesfutó segítségével lehet jelenleg őket megszelídíteni. Ez nem tudom, hogy fog-e változni. Most jelenleg ugye úgy van, mint a halaknál, hogy hogyha találkozunk egyel, akkor egy vizesfutó segítségével szépen be tudjuk fogni, el tudjuk vinni A pontból B-be. Viszont ebben a snapshotban még borzasztóan bágos a vizesvödör. Annyit érdemes róla tudni, hogy például, hogyha felveszünk egy ilyen rózsaszín színű axolotot, akkor valami tök más szint fogunk valószínűleg visszakapni, tehát nem tudja megtartani a tegeket, nem tudja megtartani azt, hogy milyen színű, milyen életkorral rendelkezik, tehát simán lehet olyat, hogy felveszünk egy baby axolotot, és amikor lerakjuk a vödörrel, akkor felnőtt lesz belőle. Szóval jelenleg még roppant bágosan működik ez a vizes vödörrel való axolot hordás, de valószínűleg ezt majd javítani fogják a következő snapshotra. Szóval jelenleg még így működnek, hogyha esetleg később nézitek ezt a videót, mint 2020 vége, akkor azért nézzetek utána, hát esetleg valami még frissítés bekerült a játékba. Passzív lénynek számítanak, tehát nem támadnak vissza, hogyha sebezzük őket, sőt, egyébként halottnak is tettetik magukat olyankor, hogyha valami megtámadja őket, és hát nyilván minket játékosokat ez annyira nem fog átverni, ugyanis tudjuk jól, hogyha a Minecraftban meghal egy mob, akkor az eltűnik. Tehát konkrétan tapasztalatpontokká változik, és porrá lesz. Viszont a többi mobot, amik rá fognak támadni, simán át tudja verni ezzel a halottnak tettetéssel, és például, hogyha egy Drowned, vagy esetleg egy Guardian rátámad, és ő tudja magát időben halottnak tettetni, akkor azok elvesztik az érdeklődésüket, és elkezdenek valami teljesen más támadni, ő pedig addig szépen elkezdi magát regenerálni, ugyanis amikor halottnak tettetik magukat, akkor regeneráció egy potion effektet kapnak, és szépen lassan visszahílelik magukat, sőt egyébként majd a játékost is tudják hílelni, viszont erről majd egy kicsit később. Troposi hallal szaporítható, és 5 különböző színben elérhető. Ez a sárga, vagy aranyszín, a barna, a fehér, vagy cián, a pink, illetve a kék, ami a legritkább. A kék egyébként annyira ritka, hogy körülbelül 1000-ből egy az, ami kék lesz, de szerencsére tudtam nektek spawnoltatni egy ilyet, úgyhogy meg is tudom mutatni. Itt láthatjátok, csináltam nekik egy kis medencét, egész jól el is vannak, és ő a cián színű, aki egy kicsit ilyen fehér-kékes, ő egyébként a fehér a Wikipédia szerint, ő az aranyszínű, aztán itt van a pink, van a kék, ami egyébként az életben nem létezik, tehát az életben nem lehet ilyen színű axolotot találni, ez egy kis easter egg egy Pokémonra, hogyha esetleg nem ismernitek, de be fogok róla vágni egy képet, illetve van ez a barna színű axolot, ami egyébként szintén nagyon-nagyon aranyos. Szóval jelenleg ez az ötfajta szín elérhető, viszont a Minecon-on láthattunk egy hatodikat is, ami teljesen zöld volt, valószínűleg az majd a következő hetekben fog bekerülni. Úgyhogy ja, mindenféleképpen fog még ezekkel a cukiságokkal kapcsolatosan újítás érkezni a következő hetekben, már csak azért is, mert ugye lesz még belőle több szín is. A vízben élő mobokra fog csak rátámadni, a squidekre, a halakra mindenféleképpen, tehát amik ugye nem támadnak neki vissza, viszont hogyha egy kis trópusi hallal elkezdjük őket csalogatni, akkor rá fognak támadni a Drowned-ra, a Guardian-ra és az Elder Guardian-ra is, tehát meg tudnak minket védeni a víz alatti ellenséges moboktól, ami egyébként tök hasznos tud lenni, viszont arra azért figyeljetek oda, hogy egy axolot nem fogja megmenteni a világot, tehát mindenféleképpen többet érdemes magunkkal vinni, hogyha esetleg szeretnénk mondjuk egy víz alatti templomot berédelni, ugyanis
Egyet nagyon könnyen kinyírnak, még akkor is, hogyha halottnak tetteti magát. Maximum egy axolot, mondjuk egy drownal tud megküzdeni, de ezt majd mindjárt meg is fogjuk nézni. Mivel vízben élő állatnak számít, illetve mobnak, a trident, azaz a szigony, az impelling varázslattal sokkal többet sebez rá. Tudjátok, mint majd én egyet megölök, hogy hallhassátok, milyen az, amikor meghalnak, milyen a hangjuk, de tényleg csak azért, mert egyébként nincs szívem ezeket megölni. De ti ne tegyétek, mert egyébként egy nagyon védett állatnak számít. És egyébként pont ezen is gondolkoztam, mint felvetés, hogy nem tudom, hogy ez mennyire tesz jót, hogy bekerültek a játékba, mert innentől kezdve szinte biztos, hogy mindenki majd ilyen kis állatot szeretne tartani. És mivel ez egy nagyon veszélyeztetett állat, ezért ez nem biztos, hogy jó. De mindegy, remélhetőleg inkább jótékony hatása lesz, hogy bekerült a játékba, mint kártékony. Aztán az axolotok, fontos, hogy ez jelenleg még nem működik, viszont ezt is ugye láthattuk a Minecon-on. Úgy működnek, hogyha egy olyan mobot ölünk meg, ami már előtte rátámadott egy axolotra, akkor egy jótékony hatással fognak minket ellátni, mégpedig azzal a jótékony hatással, hogy elkezdenek minket regenerálni, tehát visszatölteni az életünket, illetve leszedik rólunk a bányász fáradtságot, tehát kifejezetten hasznosak lesznek majd a víz alatti templom rédekhez, ugyanis így majd sokkal könnyebben tudjuk ugye kiszedni az ott fellelhető lootokat. Viszont fontos, hogy ugye ez csak akkor fog működni, hogyha valami már előtte megtámadta az axolotot, és mi azt fogjuk megölni. Tehát tulajdonképpen, hogyha megvédjük őket, akkor cserébe ugye segítenek nekünk. És talán az egyik legfontosabb dolog az axolotokkal kapcsolatosan, hogy víz nélkül megfulladnak, kivéve őt, mert ugye ő egy noéjájos axolot, tehát őt igazából szinte semmi sem tudja kinyírni, direkt úgy spawnoltam le. És minden más axolot, amivel találkozhatunk a világban, az meg fog fulladni, ugye akkor, hogyha nem sikerül vízhez jutnia. 5 percig bírják egyébként a szárazföldön, illetve hogyha esik az eső, vagy vihar van, ugye ez a villámlós vihar, akkor tovább is képesek életben maradni a szárazföldön, de csak addig, ameddig ugye víz éri a testüket, mert különben kiszáradnak, teljesen megfulladnak. Úgyhogy abban az esetben, hogyha nincs víz a közvetlen közelükben, elkezdenek vándorolni valamerre, amerre úgy érzik, hogy van lehetőségük ugye egy kicsit megmártózni, úgyhogy erre mindenféleképpen oda kell figyelni, hogyha a játékban szeretnétek majd axolotokat tartani, hogy legyen ugye a közelükben víz is. Egyébként képesek sétálni a szárazföldön, tehát nem ugrálnak úgy maga tehetetlenül, mint egy hal, de azért szükségük van vízre, ugyanis ezek ugye vízi állatok. És nagyjából szerintem mindent elmondtam az axolotokról, úgyhogy most egy kicsit jobban szemügyre is tudjuk őket venni. Illetve szeretném nektek akkor azt megmutatni, hogy milyen az, amikor ugye rátámadnak más mobokra. Úgyhogy én gyorsan magamhoz is vennék mondjuk egy drowndot, és megnézzük, hogy akkor ez hogyan működik, tehát lerakom őt ide ebbe a vízbe. Ugye a drowned az a víz alatt tökéletesen tud mozogni, ugye ez a megfulladt zombi, hogyha esetleg nem ismernétek. És akkor lerakok ide néhány axolotot, ugye ezt a vödrös verziót. Láthatjátok, hogy ugye így most nem támadnak rá a drowndra, viszont, hogyha magamhoz veszek egy kis trópusi halat, akkor mindjárt megváltozik ez az egész, és láthatjátok, hogy elkezdenek rá támadni, sőt, egyébként ők is elkezdenék támadni a drowndot. Lerakok többet is, és akkor megnézzük, hogy hogyan működik. Láthatjátok, hogy itt most megütötték az egyik axolotot, és ő például most éppen halottnak tetteti magát, viszont 3 drowned ellen már nem igazából tudnak mit tenni. A hal most visszahílelte magát, ismételten ugye úgy csinál, mintha halott lenne. És akkor így tudnak rátámadni, de ez a 3 drowned, ez valószínűleg le fogja csapni őket, úgyhogy ezért is mondtam, hogy érdemes azért többet magunkkal vinni, hogyha harcolni szeretnénk, és fel kell arra is készülni, hogy valószínűleg néhányat el fogunk veszteni ezekből a cukiságokból. Bár egyébként, hogyha ilyenkor elveszem a trópusi halat, akkor valószínűleg ugye abba hagyja a támadást, úgyhogy így azért meg tudunk menteni néhányat. És ha már megmentünk néhányat, akkor természetesen őket tudjuk szaporítani is, illetve ugye többet is készíteni belőlük. Szóval trópusi hallal azt is el tudjátok érni, hogy ugye csináljanak kis, picike axolotokat. Ó, 2 is lett belőle. Igen, mondjuk 5-ből nem lesz 3 kicsike, de egyébként egészen aranyosak lettek. Szóval így néznek ki a baby axolotok, hogyha esetleg kíváncsiak vagytok rájuk. Egyébként nagyon hasonlítanak ugye a felnőttre. És itt ki is nyírták. Amit még szeretnék megnézni, hogy tényleg a halakkal, illetve a squidekkel hogyan állnak, mert elméletileg őket automatikusan támadják. Nem igazából kedvelik egymást. És a squid biztos se tud támadni. Szóval arra azért majd mindenféleképpen figyelni kell, hogyha víz alatt megyünk velük valamerre, és mondjuk szeretnénk berédelni egy templomot, akkor ne tévedjenek el tőlünk nagyon, mert ha nagyon eltévednek, akkor nem fognak utánunk teleportálni, mint mondjuk a kutya vagy a macska, úgyhogy meg kell várni, amíg legyűrik a halakat, illetve a squideket, hogy aztán tudjuk együtt folytatni az utunkat.
Na jó, igazából szerintem láttunk velük kapcsolatosan mindent, esetleg még egy Guardiant megnézhetnénk. És egyből el is kezdi támadni szegényt. Jaj. Aha, most az halottnak is tetteti magát. Jó, valószínűleg egy Guardianhez többre lesz szükségünk, mint egy darab. Úgyhogy most le is raknék többet. És akkor kiadom nekik, hogy kezdjék el támadni. Hát ahogy látom, te jó ég, az összes kb. Most halottnak tetteti magát. Most egészen neki mentek. Ugye a Guardian csak egyet tud mindig támadni, és addig a többiek képesek őt szétszedni. Na, szerintem eléggé jól kibalanszolták azt, hogy mennyit sebezzenek, illetve hogy mennyi legyen az életük. Nem mondanám őket túl OP-nak se, de azért valószínűleg hasznosak lesznek, és sokan fogják majd őket használni, ugye a víz alatti rédekhez. Na jó, aztán ami még bekerült, mint újdonság, egy új game rule, ez pedig a player sleeping percentage. Itt állíthatjuk azt, hogy a szerveren lévő játékosok közül hány százalékának kell lefeküdnie ahhoz, hogy az éjjel átugorható legyen. Ugye ez most jelenleg úgy van beállítva a játékba, hogy kapott egy 100-as értéket, tehát csak akkor fog egy szerveren átugorni az éjszaka, hogyha az összes játékos lefekszik aludni. Hogyha ezt nullásra állítjuk, akkor elég egy embernek lefeküdni az ágyba, még az animációt csak kell megvárnia, és egyből át is lépteti az éjszakát, viszont azért nyilván ez szerveren eléggé bajos tud lenni, szóval nem biztos, hogy érdemes ezt beállítani. Aztán kaptunk új tegeket, ez az Axolot Temp Items, ez jelenleg ugye a trópusi hal, illetve a Bucket of Tropical Fish, tehát a vödrös trópusi hal, ugye ezekkel lehet őket úgymond arra rávenni, hogy támadjanak. Aztán bekerült egy új tag, az Occludes Vibration Signals, ez a Skulk Sensorhoz tartozik, és igazából ez annyit tud, hogyha eldobunk egy gyapjú blokkot, tehát Q betűvel kidobjuk, akkor nem fog jelet kapni a Skulk Sensor. Aztán az Axolot Always Hostiles, itt ugye a halak vannak, illetve a squidek, tehát ezek azok a lények, amikre mindig rá fog támadni az Axolot, és az Axolot Tempted Hostiles, az pedig az, amire akkor fognak rátámadni, hogyha a halat tartunk a kezünkben. Nyilván ehhez is hozzá lehet adni különböző mobokat, hogyha szeretnétek variálni, illetve kalandpályákon, ugye ezeket még lehet majd külön mókolni, akár lehet cserélni, hogy az Axolot modelljét, nem tudom, egy dinoszauruszra, és akkor egy csonttal lehet őt majd motiválni arra, hogy rátámadjon a zombikra, vagy valami. Tehát, hogy itt azért majd egészen érdekes dolgokat lehet csinálni, de jelenleg ugye az Axolotoknál működik ez. Aztán a Skulk Sensorral kapcsolatban is jött néhány változás. Az evés megkezdése nem ad most már ki vibrációt. Ugye az előző snapshotban felsoroltam mindent, ami vibrációt ad ki, és érzékeli a Skulk Sensor, hogyha ugye elkezdünk egy különböző műveletet. Most úgy van, hogyha elkezdünk enni, az nem ad ki vibrációt, viszont ha befejezzük az evést, az már igen. Aztán egy másik újdonság, most már hogyha vúlon sétálunk, tehát nem kell lopakodni, akkor sem fog jelet kapni a Skulk Sensor. Viszont hogyha lelépek ugye a földre, akkor automatikusan kap. Megnézzük akkor ezt a wool eldobást is. Láthatjátok, hogy a wool eldobás, ugye megnézzük, hogy máshol dobom, nem a woolra. Tehát ez nem fog jelet adni neki. Viszont, hogyha követ dobok el például, arra aktiválódik. Igazából ennyit érdemes róla tudni, illetve nem tudom, hogy feltűnt-e nektek, de most nincsen hangja, és ennek nagyon idegesítő hangja volt az előző snapshotban. Azért nincsen hangja a Skulk Sensornak, ugyanis hogyha megkapja a waterlogged tulajdonságot, ugye ez az, amikor elárasztja a víz, akkor nem tud hangot kiadni, úgyhogy így lehet majd ezeket szépen elnémítani. És egyébként ez egy nagyon-nagyon hasznos funkció volt. Szerintem ez volt, amire a legtöbben panaszkodtak, hogy baromi hangos a Skulk Sensor, és nagyon idegesítő hangja van, úgyhogy így tudjuk innentől kezdve ezt kivédeni. Illetve még egy újdonság, hogyha a bundle entitásként semmisül meg, például beleesik a lávába, akkor kidobja a benne tárolt dolgokat, és a Shulker Box is ugyanígy működik mostantól, úgyhogy nem kell félnünk, hogyha véletlen beleesik ugye a cuccunk a lávába, ugyanis szépen kiesik belőle minden, és elég a lávába. Amikor ezt teszteltem, akkor ide az oldalára kiugrottak a tárgyak, de úgy látszik nem mindegy, hogy hogyan esik bele a lávába, és Shulker Boxnál is ugye ez ugyanígy működik. Ezt lerakom így, és hogyha ezt beledobom, akkor kiesik belőle a kő. Úgyhogy mostantól ezek így működnek, és a resource packeknél a bundle ikonok külön textúrát kaptak, szóval ezeket is most már lehet majd cserélgetni. Lényegében ennyi változást kaptunk ezen a héten, úgyhogy nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, illetve informatívnak találtátok, és sok mindent meg is tanultatok belőle. Hogyha érdekel titeket a Minecraftnak a fejlődése, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornámra, ugyanis igyekszem nektek minden héten elhozni az újdonságokat, és magyarul is bemutatni nektek azt, hogy hogyan fejlődik a játék. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, Andi voltam, sziasztok!